Epe savak hiánya az epekőtől a koleszterinig, erről kellene még részletesen, mert sokan kérik, hogy beszéljek, számoljam meg, hogy hogy van ezek az epekő kialakulása, a koleszterin kialakulása, a daganatos, béldaganatos problémákra hogyan hat az epe sav, hogyan hat a belegben lévő különböző gyulladásokra, amit az elébb mondtál, a kolitis ulcerozáig, az irritált bélszindróma máig. Innen ez az alap az egész, ez az első csengő, amit vagy meg nyomunk, vagy nem nyomunk meg. Így van. És hát, hogy hogyan stimulálja az epe még az enzimeket is, hát az enzimeknek óriási szerepük van az emésztésben. Hát stimulálja, mivel a hasnyálmirigy működését stimulálja. Tehát innentől kezdve a hasnyálmirigy által termelt tehát javul a szénhidrát emésztésről kezdve. Enzimek ürülése, így van, és hát funkcionálisan is erősödik a hasnyálmirigy ezáltal, ha harmonikusan működik, harmonikus, jó az ürülése, jól működik, ilyenkor még a cukorbetegségre is pozitív hatással van, de nem csökkenti a cukrot, tehát ez nem inzulin, nehogy valaki azt higgye. Tudod, mit nem mondott el egyikünk se? Hogy emeli, mozogni kell. Mondtam, szóval, hogy a ülő életmód ahhoz vezet. Így van, az a napi féltől egy óra kőkemény sportnak meg kell lennie, mert ha nincs meg, akkor aztán mutogathatunk egymásra.